Én Tóth Szirmai Balázs vagyok, 11 éves, 5-es. Koszarazok a MAFC Egyesületnél. Érdekelnek a labdasportok és mindenféle ütős sport. Dr. Mészáros Zsófia, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának, egészségfejlesztési és sporttudományi intézetének adjunktusa vagyok. Mennyit és mit kell táplálkozni az egészséges élethez? Talán az úgy lehet a legjobban megválaszolni, hogyha először megnézzük, hogy egy egészséges, de nem kimondottan aktív életet élő felnőttnek mennyi energiára van szüksége. Naponta ez körülbelül 1800 és 2800 kilokalória között van, de hogyha ezt fizikai aktivitással is kiegészítjük valamiféle sporttal például, akkor ez akár óránként 500 kilokalóriával is növelheti ezt az energiaszükségletet. Ez a sportolóknál, hogyha a fizikai aktivitást néz, a sportolók azért jelentősen többet mozognak. Ez az ő esetükben akár 8000 kilokalóriáig is felnyomhatja ezt az energiaszükségletet. Nagyjából az az általános irányelv, hogy ezt egy olyan 12-13%-nyi jó minőségű, magas biológiai értékű fehérjével kell pótolni, illetve szükség van arra is, hogy szénhidrátot juttassunk a szervezetünkbe, ebből nagyjából 55-60%-ot kell bevinni, hogyha ugye a teljes energiamennyiségre vonatkoztatjuk ezeket, illetve ugye zsírt is be kell vinnünk, ez nagyjából 25-35% között kell, hogy mozogjon. Meddig érdemes edzeni, mikor kell abba hagyni? Két részre bontanám ezt a kérdést. Először is nézzük meg azt, hogy egy darab edzésnek mennyi ideig kell benne tartania. Erre azok a javaslatok, hogy nagyjából optimális esetben másfél-két óránál tovább ne tartson egy edzés. Ez azért lenne lényeges, mert ilyenkor a szervezet ilyen hosszú távú megterhelés alkalmával elkezdi a saját fehérjeit, elsősorban az izmokat bontani, és ez ugye a testedzés során semmiképpen sem cél. Úgyhogy nagyjából azt tudnánk mondani, hogy az optimális időtartam az olyan 1-1,5 óra, abban az esetben, hogyha egészségmegőrző célzattal szeretnénk fizikai aktivitást végezni. Ha a kérdés arra irányul, hogy van-e olyan életkor, amikor már nem célszerű testedzést végezni, akkor azt mondhatnánk, hogy nincs ilyen életkor, mert az minden életkorban pozitív hatásokat fog eredményezni. Érdemes-e a sport előtt enni? Igen, mindenképpen érdemes sport előtt étkezni. Itt is az irányelvek nagyjából úgy néznek ki, hogy a fizikai megterhelés előtt nagyjából 4 órával mindenképpen jó, hogyha magas szénhidrát tartalmú, alacsonyabb rost és alacsonyabb zsírtartalmú élelmiszert fogyasztunk. Abban az esetben, hogyha a megterheléshez közelebb próbáljuk meg fogyasztani ezt az élelmiszert, akkor annak már kevesebb szénhidrátot célszerű tartalmaznia, és mindenféleképpen cél lenne az, hogy gyorsan tudjon ürülni a gyomorból, hogy az ne jelentsen a fizikai aktivitás során megterhelést, ne okozzon diszkomfort érzetet például. Ezért azt szokták mondani, hogy ha már csak egy órában nagyjából az edzésig, akkor a legjobb megoldást a sportitalok, vagy esetleg sportgélek, esetleg egy érett banán elfogyasztása jelenthet. Heti minimum hány edzésre van szükség? Nagyon sokféle célt elérhetünk azzal, hogyha fizikailag aktívak vagyunk. Hogyha az célunk, hogy egy általános egészség megőrző szerepet töltsön be a fizikai aktivitás, egészséges életmód részeként próbálunk aktívak maradni, akkor nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy heti 3-5 alkalommal célszerű valamiféle állóképességfejlesztő, testzsírszázalékot csökkentő fizikai aktivitást végezni. Ezek általában nem túlságosan intenzív tevékenységek. Nagyjából, hogyha a maximális pulzus százalékával szeretnénk ezt meghatározni, akkor ezen 50-85% közé kell, hogy essen. Ezeknek az időtartama, ez általában olyan 1-1,5 órát jó, hogyha kitesz. Jó, hogyha ezeket az edzéseket ki tudjuk hetente 2-3-szor egészíteni erőedzésekkel, amelyek kimondottan az izom erejét célozzák meg, illetve a hajlékonyságot, illetve az egyensúlyérzéket fejlesztő edzésekkel is, amelyek szintén jó, hogyha 2-3-szor egy héten beleférnek, de azok akár 5-7-szer is mehetnek egy héten. Mindenképpen jó volna az, hogyha ezek viszont alacsony intenzitású edzések volnának. Mi mindent fejlesztünk a sport közben? Nagyon sok mindent fejlesztünk vele. Egyrészt a fizikai sajátosságainkat, másrésztről pedig a pszichés
viselkedésünket, pszichés sajátosságainkat is tudjuk a sporttal módosítani, javítani. Hogyha a testi adottságokat nézzük, akkor az erőnket, az állóképességünket, a gyorsaságunkat, a hajlékonyságunkat, a koordinációnkat, koordinációnk részeként például az egyensúlyérzékünket, a ritmuskészségünket, ritmusképességünket, a ritmusérzékünket, esetleg a mozgásérzékelésünket tudjuk fejleszteni. A pszichés tényezők közül a figyelmet, az együttműködésre való alkalmasságunkat, az együttműködést, a csapatmunkában való együttműködést, illetve például a stresszkezelésünket is, a monotónia tűrésünket is javítani tudjuk. De tulajdonképpen magát a figyelmet, illetve akár a logikus gondolkodást is fejleszthetjük a sport segítségével.